Egy magyar hitelspecialista vállalat felmérése szerint az idén utazásra, nyaralásra adnának ki pénzt a legtöbben a magyarok közül. Népszerű úti célnak számít például Horvátország is. Már voltunk ott tavaly, úgyhogy ezért megyünk vissza, mert tetszett a hely. 2024-ben a lakásfelújítás, átalakítás költségeivel a háztartások 38%-a számol, háztartási gépre vagy bútorvásárlásra 31% tervez kiadni. Általános dolgok, ami minden háztartásban szükséges. Családi házban lakunk, úgyhogy ott mindig van valamit csinálni. Az is kiderült, hogy 10-ből 3-an jelenleg kényelmesen kijönnek a jövedelmükből, azonban a válaszadók többségének hiányos a családi kasszája, ami átlagosan havi szinten 200 ezer forintos deficitet jelent. 60 ezeres nyugdíjból nagyon nem tervezek nagyobb összeget. Tehát az ember örül, aminek van, és azért is járok egy ilyen közösségbe, ahol leszakadni a sárga csekkekről, és megelégedve élni azzal, amit van. Sokak számára a család anyagi biztonsága a legfontosabb. Nyugdíjasok vagyunk, a nagy tervünk nincsen kiadásra, hogy a megélhetésre legyen, meg a gyerekeknek egy kicsit tudjunk segíteni, más nincs, meg az egészség meg legyen. Céljaikat a megkérdezettek 38%-a az idei év folyamán megtakarítandó pénzből több, mint fele havi jövedelméből fedezni, hitelt pedig 13%-uk venne fel.